Ebben a videóban lerántjuk a Tóth Gabiról a leplet. És azt is kiderítem, hogy a nemzeti ősanya a 10 parancsolatból hányat szegett meg. 2 hónapja elkezdtünk a fricskás fiúkat felkértem, nagyon régi vágyam volt velük egy közös produkciót, én nagyon tisztelem az ő munkásságukat, kihajtották belőlem a szuflát rendesen. Ez a videó, amit most nézel egyébként, a Tóth Gabi trilógia utolsó, egyben trilógia záró része. Ha nem láttad volna az előző 2 részt, akkor azt mindenképpen nézd meg, hogy teljes képet kapja Tóth Gabiról. Aki elment az augusztus 20-ai ünnepére kenyeret vágni, én szerintem még ő is meglepődött azzal, hogy meghívták erre az eseményre. Ez a nyomasztó felvétel után már csak egy kérdés van az én fejemben. Vajon milyen zenét hallgatott a Gót Tabi? Lehet, hogy popzenét, vagy metal, vagy rappet, vagy az is lehet, hogy közben a Ficska gyerekkel beszélgetett. Az egy dolog, hogy a keresztanya megszegi a 6. és a 9. parancslatot, ezek után nem áll le, míg megszegi a 7. is, azaz, hogy ne lopj. Vajon ki engedte meg, hogy elvigye azt a szelet kenyeret? Tudom, hogy már nincs egy séf a konyhájában, de legalább volt olyan Ficska gyerek, ő legalább jól tud táncolni. Felháborító. De itt még nincsen vége a drámának, ugyanis Tóth Gabihoz közel álló ember, a testvére, Tóth Vera is felszólalt. Betelt a pohár Tóth Veránál, az énekesnő exkluzív interjút adott a Tények Plusznak. Őszintén mesélt testvére és a sztárséf közötti kapcsolatról, és arról is, hogy az egész családnak álmatlan éjszakát okoznak a gyűlölködők. Tóth Gabi és Krausz Gábor válása hetek óta lázban tartja az internetezőket és a bulvár médiát. Verának most ebből lett elege, és üzent rossz akaróinak. Na de lássuk, mit mondott Tóth Vera, azaz Tóth Gabi nővére, akivel azt kell tudni, hogy kicsit jobban énekel, és kicsit kevesebb botránya van. Kiugtálkoztátok magatokat, akkor kérlek, hagyjátok abba, mert tényleg csak már nagyon-nagyon rossz. Tehát, hogy már nem tudunk aludni sem, és tudom, hogy nem kell minket sajnálni, csak mert tudjuk, hogy aki ismert embernek megy, és blablabla, de attól még nem kell áldozatnak lennie minden pillanatban. Hülye vagy ember! Hát én őszinte leszek, szívből sajnálom, hogy a Vera nem tud aludni nyugodtan, de hát a Gabinak kell volna gondolkodnia, és nem megcsalnia a férjét. Csak azért kérem, hogy egy picit már kevésbé bántsuk őket, mert az van, hogy gyakorlatilag én sem alszom már, annyira fáj a gyomrom attól, hogy őket bántják, és ahogyan őket kifilézi a sajtó. Tehát, hogyha engem szeretnek, csak a rám való tekintettel legalább ne csinálják velük ezt, mert már az egész családunk erről beszél, és állandóan próbáljuk a megoldásokat találni, hogy hogy tudunk stresszmentesíteni, hogy tudjuk magunkat stresszmentesíteni. Én a Verát sem, meg a Gabit sem szeretem, úgyhogy tekintettel leszek arra, hogy nem szeretem a Verát. Egy furcsa, hogy, mert most mentem férhez, de ami nem működik, azt nem kell erőltetni. És az akkor sem kell erőltetni, ha egy gyermekről van szó. Ezzel nem értek egyet, szerintem pont, hogy erőltetni kéne. Mivel ez a gyereknek nagyon rossz, hogy a szülei külön élnek, és egyszer apánál van, egyszer anyánál, de anya meg apa sosincs együtt. Valamit még az is rossz lett a gyereknek, hogy béletbe kell laknia a Krausszal, és nem pedig a családi házban, amit felépítettek. Okay, így zárásként itt van egy cikk, miszerint Tóth Gabi eddig a kereszténysége miatt, most már azért üldözik, mert mer szabadon szeretni. Sok támadást kapok, amiért merek önmagam lenni, nem szabadon szeretni és felvállalni magam, ezt nyilatkozta Tóth Gabi. Hát mindegy, hiszen mindig is ez volt az én hitem. Tudom, mit képzel magával egyébként ez a nő, de hát elég kellemetlen. Ő sosem mondta, hogy keresztény, és sosem, hogy melyik oldalon áll, amikor is minden egyértelmű, tehát nem is értem, miről beszél. Sziasztok! Még egyszer szeretném megköszönni nektek a sok gratulációt. Tegnap átvettem a Petőfi Zenei díját adón az év legjobb női hangja kategóriában az elismerést, és én győzhettem, és ez nagyon-nagyon jól esett nekem, nagyon szépen köszönöm.
hiszen a közönség szeretetét élvezhetem, a koncerteken találkozunk, ott megvan egyből a reakció és a visszaigazolás. A szakmai elismerés viszont az mindig egy plusz, hogy jó úton vagyunk, és menjünk előre, és jók ezek a zenei vonalak, úgyhogy nagyon hálás vagyok. Köszönöm. Ha már sztárválások, akkor fun fact, Király Viktorék is elválnak a Tóth Gabiék után. Úgy tűnik, mind visszaút, hiába próbálta megmenteni a házasságát Király Viktor és Virág Anita, nem sikerült. Több mint egy éve külön élnek, és információink szerint hamarosan a válópar is elindulhat. Lesz miről megegyezniük, hiszen nem csak a gyermekükkel és a szadai otthonukkal kapcsolatban kell meglepődniük, de közös cégükről is. Ezt a videót most itt le is zárnám. Köszönöm, hogy megnéztétek, találkozunk a következőben. Gót Tabi legyen veletek, sziasztok! Amúgy ezt kitaláltak ki, hogy Gót Tabi. Vagy értem, hogy a Tóth Gabit megfordítjuk, akkor az Gót Tabi. De ezt kitől eredt, kitaláltak ki? Ha ezt tudod, akkor írd le egy kommentbe. Már amúgy ez tök jó, hogy Gót Tabi, csak mindegy. Írd le kommentbe. Cső!